Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Kanadai Magyar Televízió munkatársai nevében. A Magyar Nagykövetség Ottawában egy hónapon keresztül nyitva tartó nagyszabású kiállítást rendezett, melyet több mint 6000-en látogattak meg. A Kanadában szolgáló magyar diplomaták diplomáciai munkájuk mellett rendkívül aktívan segítik a kanadai magyarságot különféle kulturális és egyéb programok Kanadába hozatalával. Egyre több kísérletet tesznek Magyarország bemutatására a kanadai közösség felé is. Többek között ilyen nagy sikerű alkalom volt az idén nyáron a Kanada megalakulásának 150. évfordulójára kiérkezett Szentegyházi Gyermekfilharmónia sikeres koncertkörútja. A közelmúltban az ottawai nagykövetség egy hónapos rendezvénysorozatot tartott Kanada fővárosában, a Kulturális Örökségvédelmi Minisztérium nemzetközi pavilonjában. A rendezvénysorozatnak helyszínt adó konfederációs pavilon idén júniusban készült el, amely nemzetközi pavilonként működik az idei év végéig. A Magyar Nagykövetség azon 10 nagykövetség között szerepel, amely lehetőséget kapott a bemutatkozásra a 150. évforduló kapcsán. A magyar hónapra szeptember 30-a és október 28-a között került sor. A rendezvénysorozat megnyitója szeptember 30-án volt Ígyártó István kulturális és tudománydiplomáciáért felelős államtitkár részvételével. A fogadáson államtitkár úr mellett beszédet mondott a National Capital Commission főigazgatója Mark Christmanson, valamint Ódor Bálint nagykövet is. A nyitó hétvégén koncertet adott a Szalonna és Bandája népzenei együttes, kiegészülve a Bokréta Montreali Néptánc együttes tagjaival. Október 1-én egy Kanada 150 képzőművészeti kiállítás hivatalos megnyitójára került sor, melyen Ígyártó István államtitkár, Mark Christmanson főigazgató, valamint Ódor Bálint nagykövet mellett beszédet mondott a kiállítás kurátora, Andrea Blaner is. Ez a kiállítás a pavilon felső szintjén kapott helyet, ezek munkáit mutatták be. A kiállításon résztvevő több mint 40 kortárs művész munkáit egy külső bizottság bírálta el, és egész Kanada területéről választottak kanadai magyar művészeket. A meghívottak nagy része montreali és torontói művész egyesületek tagjai közül került ki. A kiállított alkotások jellemzően festmények, szobrok, fényképek, textíliák és kerámiák, de különleges anyagokból készült installációkat is megtalálhattunk. A közel 6 hónapos önkéntes szervező munka meghozta gyümölcsét. Rövid idő alatt több százan fordultak meg a pavilonban. Az 5 hetes kiállítás alapját a Shaping Hungary Design in the 21st Century elnevezésű utazó design kiállítás adta. Kanadában az innováció kiemelt fontosságú, így ez a magyar-kanadai együttműködés egyik legfontosabb jövőbeli területe. A kiállítás az innováció témájának megjelenítésén túlmenően lehetővé tette a modern, ugyanakkor gazdag hagyományokkal rendelkező Magyarország bemutatását. A kiállítás a helyenként világszínvonalú és világsikereket elérő magyar dizájnt úgy mutatja be, mint a hazai kultúrába mélyen beágyazódó, a modern magyar művészet és ipari formatervezés hagyományain alapuló, a 21. században is élő és virágzó kortárs trendekre valós időben reagáló művészeti ágat, mely az utóbbi években a kulturális jelentőségen túl egyre nagyobb gazdasági jelentőségre is szert tesz, hazai és nemzetközi szinten egyaránt. A kiállítás a speciálisan magyar jellemvonásként is értelmezhető, Moholy Nagy László és Rubik Ernő örökségére épülő, játékos, folyamatosan kísérletező, újdonságokra rugalmasan reagáló, friss, ötletes, kreatív megközelítést állítja középpontba úgy, hogy egyaránt hangsúlyozza a dizájn kulturális és gazdasági vetületeit. Célja, hogy bemutassa a magyar formatervezés jelenét és jövőjét, néhány kiemelkedő alkotót és nemzetközi piacon már sikereket elért alkotást. Kiállítás indirekt módon a magyar kreativitásra, probléma megoldó képességre is felhívja a figyelmet, valamint támogatja egy kreatív, rugalmas, naprakész és innovatív országimás kialakítását, amelyben a 21. századi Magyarország képét fiatal, technológiai és művészeti tekintetben egyaránt felkészült dizájnőrök formálják, alakítják. A két kiállítás mellett a nagykövetség számos kulturális programmal örvendeztette meg a közönséget. Koncertet adott a Szalonna és Bandája mellett a Hungarian Folk Embassy Lakatos István hegedűművész, Dres Mihály és Lukács Miklós folk és etno-jazz duója, Ajtonyi Csaba zongoraművész, Érdi Tamás zongoraművész, valamint Fias Attila jazz triója. A különleges és sokszínű zenei kínálat mellett
A szervezők gondoltak a gyermekes családokra is, és hétvégenként gyermekprogramokat szerveztek, valamint a hagyományos magyar kürtős kalácsot is megkóstolhatták a látogatók. Az egy hónapos rendezvénysorozat részeként sor került több filmvetítésre is. Az érdeklődők megtekinthették a Napfény íze című klasszikust, melynek vetítésén részt vett a film producere Robert Lantos is. A nagy követség célja az volt, hogy a magyar kultúra lehető legszélesebb tárházát mutassa be. Ezért a vetített filmek között helyet kapott a Macskafogó című híres magyar animációs film, Worzmer Tamás kanadai-magyar dokumentumfilmes alkotásai, George Ungár The Wanderer című animációs rövidfilmje és The Champagne Safari című dokumentumfilm, valamint George Mihalka Dr. Lucille című alkotása, emellett a Freedom's Fury című 56-os témájú játékfilm is. A vetítések érdekessége, hogy a közönség találkozhatott és beszélgethetett a filmek alkotóival. Október 23-a alkalmából a pavilonban egy különleges kiállítást is megtekinthettek az érdeklődők. A Pier 21, a Kanadai Bevándorlási Múzeum Safe Haven című a tavalyi 60. évforduló alkalmából az 56-os forradalom leverését követően Kanadába érkező magyar menekültekről szóló tárlata került bemutatásra. A Métis kultúra kedvelőinek a szervezők egy különleges kerekasztal beszélgetéssel készültek, melynek keretében Métis művészek beszélgettek és hegedű koncertre is sor került. A nagykövetség ezzel a különleges eseménnyel ünnepelte a kanadai Métis művészi önkifejezés színes palettáját 5 kiemelkedő Métis művész szemszögéből. A rendezvénysorozat kiemelkedően sikeres volt, több mint 6000 fő látogatott el a nemzetközi pavilonba a magyar hónap alatt. A helyi magyarság mellett sokan érkeztek Kanada más részeiről, így Torontóból vagy Montrealból, de számos kanadai, valamint éppen Ottawában tartózkodó turista is betért a pavilonba. A visszajelzések alapján a látogatókat meglepte a magyar kreativitás, és a gazdag kulturális program kínálatban mindenki megtalálhatta a számára kedves műfajokat. A rendezvénysorozat egyik slágere a bejáratnál felállított óriás Rubik kocka volt, melyel számtalan közös fénykép, selfie készült a hónap során. A kocka Varga István torontói lakos alkotása és ajándéka volt a kiállítás részére. Összegzésképpen elmondhatjuk, hogy a kiállítás elérte célját, és sikeresen mutatta be a kanadai emberek számára a magyarok tudomány, művészet és kultúra terén elért eredményeit, ezzel is hozzájárulva egy pozitív magyar kép kialakításához Kanadában.